Az angol és a belőle kinövő amerikai büntetőjog dogmatikai kategóriák a némethez képest csak később alakultak ki. Fogalmilag a befedett bűncselekmények mellett a kísérlet csak az 1800-as évek elejére lett univerzális jelleggel elkövetve az angol jogban. A kísérlet mai doktrinájának alapjait Lord Mansfield egy 1780-es ítéleti érvelésével teremtette meg a Rex vs. Schofield ügyben. A vádott gyújtogatás vádjával állt a bíróság előtt, mert a birtokában levő házat, mielőtt visszaadta volna a tulajdonosának, fel akarta gyújtani. Égőfágját dobott a házban levő kis fadarabokból álló kupacra, ám a gyújtogatás végül nem sikerült, a házban a tűz hamar elaludt, és ezért a vádlott védője később azzal érvelt, hogy nem történt bűncselekmény. De Lord Mansfield erre válaszként megadta azt a különbséget, amely a puszta szándékon túl a kísérletként minősítést és ezzel büntetés alá vonás általános kézis szabályát megadta. Egy nagy különbséget jelent, írja, hogy egy cselekvés végbe mente, jelen esetben egy égőfágja dobás a gyűlékony anyag közepébe, mely elégséges volt a bűncselekmény elkövetéséhez, vagy a szándék eltervezése után még nem tettek semmit. A pontosítás egyik oldalt jelentette a kísérletnek minősülő cselekvések elhatárolása puszta előkészülettől, és erre több doktrina is született, a később. A bevett tesztet a sufficiently proximate, vagyis a már elégségesen közeli cselekvés létrejötten jelenti a bűncselekmény végrehajtása folyamatában, a puszta, nem büntető előkészítő való elhatárolásban. És ez a teszt igazán az esküdtekre hagyja annak a megítélését, hogy ezt az egyes esetben mikor látják megvalósulni, vagy mikor éri már el a kísérlet fokát, vagy mikor még csak előkészült, ami nem büntethető. Vagyis az amerikai-angol megoldás az lett, hogy a kísérlet fogalmát terjesztették ki a különösen súlyos bűncselekmény esetén, szembe például a mai magyar jogi megoldással, mert bizonyos súlyos bűncselekményeknél elismer az előkészületként maradás, vagy tehát még nem kéri a kísérletet, azonban magát az előkészületként rendeli büntetni. Például az emberölés előkészületénél van ez. Ez utóbbi kapcsán kell kitérni a kísérlet és az előkészület elhatárolásának doktrinális kérdéseit elemezve, a Common Law országok két előbb bűncselekményére, amit összefoglalva in short crimes-nak, kezdeti bűncselekményre neveznek el ebben a Common Law fogalmában. Ezek olyan bűncselekményeket, az incsót crimes-ok, amelyek egy későbbi bűncselekmény előkészülete körébe esnek, és még nem érik el a kísérlet szintjét, ezért előre meghosszabbítva a felelősség vonalát, mind az angol, mind az amerikai jogban bevezették ezeket. Az egyik a solicitation, vagy az angolban incitement nevezett bűncselekmény, amely a felbújtás cselekményét rendeli büntetni, már magának ennek a megtörténte esetén, és nem kell hozzá, hogy a rábeszélt felbújtott elkezdi ennek hatására a bűncselekmény megvalósítását, mert ebben az esetben ugye ennek a elkövető körébe bekerül eleve. Ugyanígy a conspiracy bűncselekménye és egy súlyosabb bűncselekmény előkészítő cselekménye lenne, és ha nem is jut el a bűnös szándék a bűncselekmény elkezdéséig, és így kísérleti szakadban való büntethetőség még nem jön létre, már ez az előkészületi cselekmény is önállóan büntethető. Amennyiben ugyanis egy tervezett bűncselekmény végrehajtása, amire összebeszéltek, tovább folytatódik, és a kísérleti fázisba ér el, vagy akár befedté válik, a conspiracy beold ebbe, ugyanígy a solicitation incitement megvalósítója is, mint ennek felbújtója lesz, accessoryként, segédként kerül felelősségre vonásba. Rátérve a bűnösség kategóriáira, az angol bűnösség doktrina törvények tárgyalását, azzal kell kezdeni, hogy itt a bűncselekmény kétfelű osztás alakult ki már az 1600-as évek elejére, amely még Coke főbíróra megy vissza. Ő az actus reus és a mens rea bűnös tudat között tesz különbséget, amikor megfogalmaz, hogy bűnös tudat nélkül nincs bűncselekmény. Ez jelenti a büntető bűnösség felfogása az alapját ma is az angoloknál és az ezt átvevő Egyesült Államok jogában. És a Coke főbíró utáni évszázadokban inkább hosszú ideig csak az egyes bűncselekmények vonatkozásában igyekeztek pontosítani a bűnös tudat határait és belső összetevőit, ám általános elvi szinten használt disztinkciók nem alakultak ki. Itt. Lényegében ezen az alapon fejlődött aztán az 1900-as évekig az angol és az ezt átvevő észak-amerikai bűnösségi doktrina, de egy sor hangsúly eltódása azért létrejött. Például a jogot a társadalom érdekének
védelmeként felfogó jogkoncepció, melyben a felvilágosodás természetjogának morális hangsúlya és morális értékeit védő jogi gondolata háttérbe szorult, a társadalmi közösség céljainak és érdekének, objektívnek mondott érdekének védelme javára. Egy másik eltolódás a korábbi állapotokhoz képes, mind az angol, mind az amerikai jogban, hogy egyre nagyobb tömegben jönnek létre olyan büntetőjelgő törvényi rendelkedések, melyek a társadalmi közvéleményben bűncselekmények nem számító cselekedet minősítenek azzal. Többek között az előbb fejlemények hatására a 20. században már megkülönböztetik az amerikai-angol büntetőjogban a gondatlanság alsó fokán, a hanyagságot, az inadvertent negligence-t, figyelmetlenségből eredő hanyagságot, és a tudatos gondatlanságot, az ő használatukban reckless conduct, vakmerő magatartás, és mivel a hanyagságnál a bűnösség abban áll, hogy a cselekmény elmaradt az adott helyben a szokásos gondosságtól, vagyis a bűnelkövetés tudata itt nem létezik, csak egy külső mércétől elmaradásban áll a bűnösség, tehát ez a hanyagság, és eddig gondot okoz az alaptétel betartása, hogy bűnös tudat nélkül nincs bűncselekmény. Nézzük most a bűnelkövetői kör dogmatikai felosztását. Az angol-amerikai jogban alapvetően négy kategóriák különítik el a elkövető köré. Az elsőfokú tettesre, a másodfokozatú tettesre, a tett közbeni bűnsegédre és a tett utáni bűnsegédre. Az első számú bűnet elkövetőt jelentő tettestől, tehát az elsőfokú tettestől a másodfokozatú tettes elhatárolása azon az alapon történnek, hogy ez a másodfokú is szintén jelen van ugyan a tett elkövetésekor, ám a fizikai cselekvét a tett során nem hajt végre. Akkor a következő a tett közbeni bűncselekmény részvétele van ennél, a másodfokúnál annyiban közvetítettem még, hogy ide tartozik az, aki ugyan tanáccsal, ösztönzéssel és a kellékek beszerzésével segíti a tettes, sőt, akár magát az elkövetés felbújtja, ám a tett helyszínén nincs elem. Ezért tehát ő nem lett másodfokozott tettes, hanem csak akkor tett közbeni bűnsegély. És végül a negyedik bűnelkövető kategória, a magyar jogban bűnpártolás elkövetőjén minősített személy, az, aki a tett elkövetése után segít az elkövetőknek, a tett feltárásának akadályozásában és meghiúsításában. Az előbbi elkövető osztályozás csak a feloni, a súlyosabb bűnesetekben áll, vagyis azonban ettől két irányban is eltérne. Egyrészt a treason, a hada, árulás vagy felségárulásnál, ez elesik. És minden része, bármely pozícióban is van benne, lenne máskülönben, ebben az esetben csak principalként, tettesként jöhet szóba. Vagyis mindenki megkülönböztetés nélkül csak tettes lehet ebben a bűncselekményben. Ennek az a magyarázata, hogy a másodfogú tettest, illetve az accessorit, az bűnsegédet és ennek különböző fokozatait azért vezették be eredetileg, hogy a korai angol jog szörnyű büntetéseit valahogy mérsékelni lehessen a bűncselekmények kisebb mértékben résztvevők esetében. Ám a treason, a haza vagy felségárulás olyan elvetemű bűncselekményként fogták fel, amelyben ez a mérséklési szempont nem játszhat szerepet, így egyszerűen félretették itt az osztás alkalmazását, mindenki tettesnek minősül. Másik irányban is módosul a fenti osztályozás, amennyiben misdemeanor esetekről szól, vagy kisebb súlyú vétség, büntetői vétségről van szó. Ilyenkor épp a kis büntetési súly, amit a cselekmények maguk után vonnak, ösztönözte a common law teoretikusat arra, hogy lemondjanak a merev elkövető elkülönítéstől egymás osztályai számára, és a bíráknak meghagyják azt, hogy az eset körülmények mélegebe, ők maguk döntsenek, hogy a résztvevőket milyen büntetése sújtják, de a bűnelkövető kör osztályozása és az ebből követő eltérő büntetési mérték itt akkor ők nem határozzák meg.